Nem is olyan régen voltunk itt a Madár Barát Klubnak a parkavatóján, ahhoz képest itt most az elmúlt időszakban komoly pusztítást végeztek. Egy picit szedjük ezt, hogy mi is történt. Hát számomra megrázó érzés látni ezt a súlyos természetkárosítást, miután Kiskunfélegyházán egy nagyon értékes rendezvény helyszíne volt itt a Városi Könyvtár, Bács-Kiskun megye Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek a vezetői itt tartották éves közgyűlésüket. Ebből az alkalomból a könyvtár igazgatónőjével együttműködve itt információs táblát helyeztünk el. Az volt a szándékunk, hogy a 3 évvel ezelőtt megkezdett folyamatot folytassuk. Ez pedig a madárbarát kert, valóban a város lakosságának, a természet szerető lakosságának nyújtson élményt és információt. Mindannyian, akik közreműködtünk ebben a munkában, boldog érzéssel vettünk részt, önzetlenül a városnak ez pénzébe nem került, sem az információs tábla, sem a fák megvásárlása. Most, miután ez a Városalapítók napjának ez a rendezvénye itt ezen a központi téren zajlott, mint korábbi években is, nem is gondoltam, hogy ilyen hatalmas károsítás fog bekövetkezni. Szív nélkül rátelepítették a 2 hónappal ezelőtt komoly pénzért, 14 ezer forint egy-egy fa ára. Rátelepítették a dodzsemet, a parknak, a madárbarát parknak a felét végigtaposták, a rózsa sövényt végigtaposták. A 3 fa együttes értéke több mint 50 ezer forint. Nem is ez a lényeg, hanem maga az a helyzet, hogy nincs garancia arra, hogy ha lelkes tenni akaró emberek összefognak, akkor nincs reményük arra, hogy az az érték, amit teremtenek, mert a városnak teremtik, az megmarad. Most én nekem az az érzésem, hogy felül kell bírálni ezt a korábbi gyakorlatot, nem szabad a továbbiakban itt ilyen játékos rendezvényt szervezni, szűk ez a terület. Ennek a területnek a további gondozása, faültetés, virágos térségé alakítás, az lenne az igazi célja. És keressenek egy másik helyszínt ennek a Dodge Jam rendezvénynek.